Bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. Tűz a vizen. Gyere még fel hozzám. Inkább nem. Rudolf biztosan dolgozik még. Ilyen későn. Én sem tudom, mit csinál odabenn. Azt hiszem, gondjai vannak a céggel. Nézd, itt áll a kocsija. Akkor mégis itthon van. Nem szeretek találkozni gondterhelt emberekkel. Majd felhívlak. Utálom, hogy ilyenkor egyedül kell hazamennem. Mikor teremtünk már tiszta helyzetet? Nem sokára. Óvatosan vezess. Jó estét, asszonyom. Jó estét, Mária. A férjem itthon van már? Igen. Vagyis elment újra. De hát a kocsia kint áll. A csónakházba ment. Mit csinál ott? Én is ezt kérdeztem. Ki akar menni a tóra ilyen idegben? Azt mondta, miért ne? Nem eszik valamit? Még meleg a vacsora. Nem, köszönöm. A városban vacsoráztam. Ja, igen. Egy levél van ott magának. Levél? Milyen levél? Én sem tudom. Azt hiszem a férjétől. Jóságos Isten, ez az ember megőrült. A csónakházba ment? Igen. Rudolf! Rudolf! Lenni. Kiment a tóra, hogy végezzen magával. Mit csináljak? A rendőrség. Hívja már rendőrséget. Igen. Halló? Liane, te vagy az? Épp most léptem be az ajtón. Mi történt? A tóra ment? Igen, és hagyott egy levelet. Várj, felolvasom. Reménytelen helyzetben vagyok, nem látok semmi kiutat belőle. Végzek magammal. Mit akar csinálni? A vízbe ugrik? Halló? Liane, hallasz engem? Ott vagy még? Halló? Nézd! Halló? Ég egy csónak a tavon! Halló? Liane, hallasz engem? Ott vagy még? Mária azt mondja, ég egy csónak a tavon. Azonnal megyek. Reménytelen helyzetben vagyok, nem látok kiutat belőle. Én semmit se tudok. Semmit. Nem értem, miért tette. Hol volt a levél? Az étkezőben.
Mit csináltál utána? Hát azonnal lementem a tóra. A csónakház üres volt. Maga a családhoz tartozik? Nem. Alkalmazott vagyok. A családból ki van idehaza? Dibolcné vagyok. Mi van a férjemmel? Az ön férje volt a motorcsónakban? A csónak felrobbant. Elsüllyedt, mire odaértünk hozzá. Na és a férjem? Nem sikerült megtalálnunk. Megnézhetnénk a csónakházat? Igen, hogyne. Megmutatnád? Én megpróbálom felhívni a fiamat újra. Jó, jöjjenek. Dibolc. Mi? Apa. Benzi. Nem mondhatnám, hogy szép módja az öngyilkosságnak. Bajban volt ez az ember? Fogalmam sincs. Talán anyagi vagyok. Tehát a holttestet nem találták meg. Nem. Tudja, mekkora ereje van egy benzinbombának? Mióta van ez itt? Kolevszki úr, rögtön átjött. Hol van az anyám? A nappaliban várja magát. Köszönöm, Mária. Mutasd meg neki a levelet. Magánügyek miatt. Talán mert megcsalta a felesége. Hiszen maga a szeretője az anyámnak. Igen, ez igaz. Az anyjának tényleg van szeretője. De az apjának is volt. Ki? A titkárnője Meissnerné. És ez évek óta tartott. Nem hiszem el. Maga ölte meg az apámat. Maga és az anyám maguk ketten juttatták idáig. Nevetséges, amit állít. Az apja kezére milliókat bíztak. Ha ő nem látott kiutat, akkor biztosan tönkrement, csőd fenyegette, vagy még rosszabb. Jó napot! Jó napot! Dibolc vagyonkezelés. Nem. Nem, nem tudom elhinni. Ez képtelenség. Nem, ő sose követne el öngyilkosságot. Az lehetetlen. Meissnerné. Ő jól ismerte a férjemet. Tehát tudnia kell, hogy milyen hangulatban volt. Hogy mitől volt úgy elkeseredve. Hiszen az egészből az derül ki, hogy nem látott semmi más kiutat. Na persze, azt tudom, hogy nehéz helyzetben voltunk. De nem annyira, hogy oka lett volna öngyilkosságot elkövetni. Ha mégis, én tudtam volna róla. Hol van Hefner úr? A szobájában. Én csak tegnap este tudtam meg, hogy közelről ismerte az apámat. Klaus, gyere velem. Szeretnék majd beszélni magával. Hefner úr, hogy áll most a cég? Maga a cégvezető, magának tudnia kell. Válaszoljon már. Tegnap azt mondtam neki, Dibolc úr, mindennek vége.
Nem lehet lyukakat betömni, ha másul újakat csinálunk. A hiányunk jelenleg jó néhány millió. Aha. És hová tűnt az a pénz? Nem tudom megmondani. Nekem ebben nem volt betekintésem. A tevékenységét nem tekinthettem át. És ezt el is higgyük? Fiatalember, én számokat könyvelek. Bevételt és kiadást. Pénzügyi manővereket nem csinálok. Semmi értelme, hogy áltassuk magunkat. Ha nem a halált választotta volna, akkor Rács megé kerül. Elvégre a hiány sok milliós összeg. Tehát az a véleménye, hogy az apám csaló volt? Tud valami szebb szót rá? Neked van személyi vagyonod? Nincs. Talán úgy érted, semmink sem marad? Úgy valahogy. Vagy ez a te házad? Nem. Kötött a férjed életbiztosítást? Igen, elég nagy összegűt. Öngyilkosság esetére is? Igen, már elég régen kötötte. Azt nem vehetik el tőled. Na persze. Ha ugyan kifizetik. Miért ne fizetnék ki? Még nem találták meg a holttestet. Hogy érti ezt? Halotti bizonyítvány kell. És előfordulhat, hogy nem lesz. De hát az ügy világos. Hisz búcsú levelet írt. És rengeteg ember látta, hogy felrobbant a csónak. Rengeteg ember látta. Mondanom kell valamit. Tessék. Sajnos úgy látszik, hogy megváltoznak az anyagi körülményeink. Azt hiszem, a házat sem tarthatjuk meg. Igen, sejtettem, hogy így lesz. Nagyon sajnálom, hogy el kell bocsátanom magát, hiszen a munkájával meg voltam elégedve. Köszönöm, asszonyom. Ugyan ne mondjon már ilyet. Az apja... Az apám! Apám becsületes ember volt. Levonta a konzekvenciát. Inkább meghalt, mint sem ilyen szégyennel éljen. És most maga él vele. Értünk tette, amit tett. Így is fel lehet fogni. Megtaláltuk. Szervusz, Stefán. Szervusz. Tőletek jövök. A fiúk mondták, hogy a kantinban vagytok. És? Ebédeltetek már? Igen. Van egy kis időtök a számomra, meg egy jó sztorira. De csak akkor, ha valóban jó. Így van. Hallottatok már arról a pénzügyi botrányról? Diebolc vagyonkezelő cég. Nem. Melyik? Nem. Ja, igen, az az ember, aki a Steinbergi tavon a levegőbe repítette magát. Igen, az. Sok milliós bukás. Te foglalkozol vele? Igen. Mert öngyilkossági eset. Egyetlen gondunk volt vele, a holttest nem került elő. Ez érdekes. A robbanó nyomás. Nyitott motorcsónak volt. Na szóval röviden, sokáig kutattunk a tóban, de végül megtaláltuk. Milyen izgalmas fordulat. Vár, izgalmasabb lesz. A pasason sok égésisebb volt persze, de ezen kívül a tarkóján egy súlyos sérülés is, amit nem okozhatott a robbanás. A pasast agyonütötték, mielőtt felrobbant a hajó. Az öngyilkost meggyilkolták. Vagyis az ügy a miénk lett. Van családja Diebolcnak? Van. A felesége, Liane, 40 körüli. A fia Klaus, egyetemista, 20 körüli. Más hozzátartozó nincs. És ez a búcsú levele? Igen. Teljesen egyértelmű. Bejelenti, hogy öngyilkos lesz. Uh-huh. Az ő kezeírás? Vitathatatlanul. Alaposan ellenőriztük. Különben... A családdal közöltük, hogy megtaláltuk a holttestet, de nem mondtuk el nekik, hogy meggyilkolták. És mondd, te beszéltél a nővel, személyesen? Igen. Mi a véleményed róla? Nagyon csinos. Magabiztos. Értelmes. És hogyan fogadta a férje halálát? Hát nem borul gyászba tőle, ha erre vagy kíváncsi. És a fiú? Őt jobban megviselte. Lágyabb, sokkal érzékenyebb alkat.
Egyébként egy férfi is ott volt még, akivel Diebolcné alig, hanem bizalmas viszonyban van. Legalábbis így láttam. Ki volt az? Egy bizonyos Kolevszki, nőtlen ember. És Diebolcné állítólag azonnal felhívta, mint elolvasta a férje levelét. Azt hiszem, hogy itt lehet talán valami kapcsolat, ami érdekessé válhat, ha nem öngyilkosság volt. De még mindnyáján csak azt tudják, hogy... Csak azt, hogy Diebolcot megtaláltuk. Azt nem, hogy meggyilkolták. Nem játszottam ki az adut. Okosan tetted. Köszönöm. Jó napot, Mária. Azt hittem maga már... Igen, eredetileg ma akartam elmenni, de az asszonyom megkért, hogy maradjak a temetésig. Mivel előkerült a holttest. Bernhard, bejönnél, kérlek? Megyek. Főzne nekünk egy kis teát, Mária? Igen, hogyne. Tehát megtalálták. Képzeld, igen. És hála Istennek, hogy megvan. Neked volt igazad. A biztosító megtagadta a kifizetést. Egyáltalán nem titkolták a gyanakvásukat. Kereken megmondták, hogy nekik csak akkor halott valaki, ha a halotti bizonyítvány van róla. És most még örülhetünk, hogy találtuk egy hullát. És hol találtak rá végül? 100 méterrel túl a bóján. A légnyomás kiröpítette a hajóból. A bűnügyi rendőrség arra kér bennünket, hogy nézzük meg. Nézzük meg. Hogy azonosítsuk. 2 hétig volt a holttest a vízben. Téged is kérnek, hogy vegyél részt az azonosításán. Miért? Nekem mi közöm hozzá? Nem tudom, miért kérik. Meg is tagadhatom, nem? Miért tagadná meg? Egyszerre ilyen érzékeny. Igen, érzékeny vagyok. Miért nézek meg egy halott? Akit életében ki nem állhatott. Hagyd ezt abba, Klaus! Én azt mondtam, hogy te is eljössz velünk. Hová menjünk? Ott van a váró. Magukat is ide rendelték? Igen. Nem tudom, hogy kibírom-e. Miért hívták magukat is? Én is kérdeztem a felügyelőtől. Azt mondta, a vizsgálathoz szükséges. A vizsgálathoz? Amint látom, maga se egyedül jött. Megjött mindenki. Jó, tehát külön-külön nézik meg a holttestet. Igen. Szépen sorjában. Látni akarom, hogyan reagálnak a holttest látványára. Ez mindig nagyon tanulságos. És köztük lehet éppenséggel a gyilkos is. Jó napot. Derek főfelügyelő vagyok, ő pedig Klein felügyelő. Asszonyom? Én vagyok Diebolcné. És itt van a fiam Klaus. És Kolevszki úr. Meissner. A titkárnője voltam Diebolc úrnak. Akkor ön a cégvezető, Hefner úr. Igen. Jó. Tehát kérem szépen majd egymás után, ahogy Klein felügyelő szólítja önöket. Elnézést, uram, de miért kell nekem is? Miért ne? Hát elég ember van itt, hogy azonosítsa a holttestet. A családtagjai, a munkatársak. Na igen, ebben igaza van, de ön ugye a család egyik barátja. Ráadásul bizalmas barátja. Csak nem akar visszakozni. És éppen maga. Jó, rendben van. Akkor kezdjük. Nem lehet itt szellőztetni. Diebolcné, jöjjön kérem. Klein úr, miért hívtak be ilyen sok embert? Nem lett volna elég, ha a fiam meg én azonosítjuk? Minek ez a felhajtás? Mi zavarja benne? Az ilyesmi alapjában véve csak a családtagokra tartozik. És kinek nem kellene részt venni rajta?
talán Kolevszki úrnak? Igen, például Kolevszki úrnak és a férjem alkalmazottainak. Ugye kérem, mi alaposan dolgozunk. Tessék. Takarja be a lábát, kérem. Köszönöm. Jöjjön, asszonyom. Tudom, milyen nehéz pillanatok ezek. Nem valami szép látvány. De sajnos meg kell kérdeznem, hogy a halott a férje. Volna szíves ide lépni a hordány mellé? Nos, Díbolcné. Igen. Ez itt a férjem. Jöjjön közelebb. Díbolcz úr? Kérhetnék egy pohár vizet. Bocsássanak meg, de én még sose láttam a holttestet. Főleg ilyen eltorzultat. Ezek égési sebek? Igen, égési sebek. Bocsánat, nem bírom tovább nézni. Felismeri a halottban az édesapját? Igen, ez az apám. De most tényleg nem bírom tovább, bocsánat. Bejöttem ide, de tiltakozással élek és érdeklődni fogok az iránt, hogy törvényes, amit csinálnak velem. Csak a segítségét kérjük, jogában áll megtagadni. Nem kényszerítjük. Ugyan nem mondjon már ilyet. Dehogy nem kényszerítenek. A maguk módján. Szóval? Lépjen a hordágyhoz. Hogy egy emberből mi lesz? A tűzben, a vízben. Ettől igazán megkímélhettek volna. És most? Díbolcz úr a halott? Szerintem csak is ő lehet. Vagy mondjuk talán úgy, hogy semmi kétségem afelől, hogy ő az. Beéri ennyivel? Nem kívánok többet. Elmehetek? Hát persze. Erre tessék. Meissner asszony, ez itt Díbolcz úr. Meissner asszony. Igen, ez Rudolf Díbolcz. Parancsoljon.
Jöjjön csak, Hefner úr. Igen. Mire mondja? Hát igen. Ő azt mondta nekem mindig, Hefner, legyen bizalommal irántam. Legyen bizalommal, Hefner. Leülhetek? Hogyne. Tessék. Egy pohár vizet. Nem, nem, köszönöm, már túl vagyok rajta. Jobban érzem magam. Most persze mindenki pocskondiázza Díborc urat. Természetesen lehet, hogy egy pár ember csúnyán tönkretett. Csak hát nem ismerik a mi ügyfeleinket. Nálunk megfordult jó néhány cápa, akik azon csodálkoztak, hogy vannak még erősebb cápák is. De ő nem volt rossz. Kis halakat nem falt fel. Vagyis én igazán nem panaszkodhatok rá. Arra, ahogyan velem viselkedett. Hogy egy emberből mi lesz? A tűzben, vízben. Ettől igazán megkímélettek volna. Bocsássanak, megkérhetnék egy pohár vizet. Tudják, én még sosem láttam holttestet. Főleg ilyen eltorzultat soha. Bocsássanak, megkérhetnék egy pohár vizet. Nem bírom tovább nézni. Kérem, bocsássanak meg. Mi van veled? Mi van? Miért ismétled ezt folyton? Nem tudom. Nem tudom. De hát egyikük sem mondott semmi rendkívülit. Az a rendkívüli, hogy az öngyilkosnak szétzúzták a tarkóját. Az igen. És nem kellene tovább titkolnunk a család elől. Bocsásson meg, asszonyom, 2 óra bűnügyi rendőrségtől. Engedje be őket. Már beengedtem, jól tettem, ugye? Persze, hogy jól tette. Miért jöhetnek? Nem tudom miért. Fogalmam sincs. Megtudhatnám ki maga? Maria, a szobalány. És már régen van a házban? Igen, 2 éve. Köszönöm. Ja, igen, később majd szeretnék beszélni magával. Ha óhatja. Jó napot, Díborcné. Jó napot. Azért jöttünk, hogy közöljük önökkel, mit állapított meg a boncolási lelet. A végleges. Az ön férje nem fulladt meg. Nem robbanás következtében halt meg. A férje halálát fejsérülés okozta. És pedig... feltehetően majdnem biztosan, vastag fadoronggal ütötték tarkón, hiszen a sebben apró faszilánkok mutathatók ki. Tehát Díborc urat meggyilkolták. És pedig mielőtt a csónak felrobbant. Mit beszél? Gyilkosság? Ez csak tévedés lehet, hiszen búcsúlevélben jelentette be, hogy öngyilkos lesz. Ha bármilyen sérülés van rajta, az csak a robbanás okozhatta. Ezt nem... A boncolási jegyzőkönyv egyértelmű. 2 másik patológus is megerősítette. De hát mit jelent ez? Ki? Ugyan kigyilkolta volna meg a férjemet? Talán majd önök. Önök ketten segíthetnek megtalálni a választ. Kezdjük újra az elején. Tehát? Kolevszki úr hozott haza kocsin, és... Honnan hozta haza? Münchenből. A városban találkoztunk. Mikor? 2-kor. Együtt ebédeltünk, aztán elmentünk vásárolni.
A férjével nem találkozott? Á, nem. Nem szoktam bemenni az irodájába. Mindig csak este látjuk egymást. Legtöbbször késő este. Körülbelül mikor értek haza? 7 óra körül. Sötét volt már. Elbúcsúztunk és... Kolevszki úr hová ment? Nem értem. Kolevszki úr hová ment? Hazahajtott. Nem messzire lakik innen. Tehát én bejöttem a házba, és hol van Mária? Légy szíves, hívd be! Mária! A férjem kocsija a ház előtt állt. Megkérdeztem Máriát. A férjem itthon van már? Azt felelte, igen, de... Igen, itthon volt már, de aztán elment. Le a csónakházba. És hozzátette azt is, hogy itt hagyott egy levelet nekem. Azt a levelet, amit már ismernek. Tessék. Dibolc úr, mikor jött aznap haza? 6 óra felé jött meg. Mondott valamit? Nem volt furcsa hangulatban? Nem, szerintem nem. Olyan volt, mint mindig. Én legalábbis olyannak láttam. Azt mondta, főzzek neki teát, rumos teát. Uh-huh. És én főztem neki. Amikor behoztam a teát, akkor leült az asztalhoz és írni kezdett. Levelet? Igen. Összehajtotta és egy borítékba csúsztatta, aztán leragasztotta. És azt mondta nekem, ha a feleségem hazajön, ez a levél neki szól. Aztán lement a csónakházba? Igen. Nekem ezt mondta. Beszélhetek 4 szem közt magával? Természetesen. Tehát 2 éve itt van a házban. Így mondta, ugye? Igen. És ha itt maradt, nyilván meg volt elégedve. Jó állása volt itt. Nagyon jól éreztem magam. És ez alatt, hogy mondjam, kialakultam olyan családias kapcsolat a háziakkal. Kedvesen bántak velem. Szinte már barátian. Ami kellett, azt használhattam. Uh-huh. Használhattam az úszómedencét, játszhattam a teniszpályán. Ha akarok, akár lovagolhattam volna is. Dibolcné egyszer felajánlotta. Remek, remek, remek. Látta akkor este, hogy Kolevszki úr elhajt a háztól, miután hazahozta. És kitette egy díjbolcnét. Ha nem tévedek, megértette a kérdés fontosságát. Igen, nagyon jól értem. Hogy elment-e rögtön? Hát, én nem láttam elmenni. Talán észrevette díjbolc urat lent. A csónakház közel van, talán üdvözölte. Erre gondolt, uram, ugye? Hogy fértek meg egymással? A viszonyuk jó volt? Baráti? Kérdezem valami könnyebbet. Erre feleljen inkább díjbolcni. Nekem ez túl veszélyes. Na igen, értem, mire gondol. Ennyi nekem elég is. Köszönöm. Á, igen, díjbolc úr, valamit még kérdeznék magától. Miért költözött el innen? Talán nem volt jó a légkör, megromlott a szüleivel való kapcsolata? Nem, dehogy. Azért költöztem el, mert messze volt innen bejárnom az egyetemre. Nem más miatt tettem, hiszen... Nagyon jó kapcsolatban voltam mindig is az apámmal. És az anyjával? Ezt maga is látja. Hát persze. És ezzel már a végeztünk. Köszönöm. Ah, mit értünk el ezzel? Egyelőre semmit. Klaus. Ne ír most hozzám! Uramisten! Asszonyom, tessék. Szeretném becsomagolni, ahol mi ma szüksége van még. Nincs, menjen csak. Mária! Mária, a rendőrfelügyelő mit kérdezett magától? Azt kérdezte, jóban volt a férjével, Kolevszki úr. És hogy láttam-e akkor elhajtani? Hogy látta-e akkor elhajtani? Csak nem azt hiszik, hogy Kolevszki. Szó sincs róla. Ugyan kérem. Kitettem Dibolcnét a ház előtt, és azonnal hazahajtottam. A végső boncolási lelet szerint Dibolc úr nem a robbanástól, nem a tűztől, nem a fulladástól halt meg, hanem agyonütötték. Mi az ördögöt jelent ez? Hogy agyonütötték? Te jóságos ég! Nem lehet, hogy tévedésről van szó.
Elvégre én láttam azt az embert az azonosításkor. Azt a sebet nem láthatta rajta. A tarkója volt szétroncsolva. Azért még nem biztos, hogy agyonütötték elvégre. Ekkora robbanástól minden tarkó szétzúzott. A boncolási lelethez nem férhet kétség. Egyáltalán nem férhet kétség. Egy halottat repítettek a levegőbe. Ez történt. El sem tudom mondani, mennyire meg vagyok döbbenve. De hát, ott a levél. Talán hamis? Nem hamis. Most pedig megismétlem a kérdésemet. Azután, hogy Diebolznét kitett a háza előtt, ön azonnal hazajött? Vagy esetleg előbb váltott még egy pár szót Diebolz úrral a csónakházban? Bocsássanak meg, hogy lassan követem a gondolatmenetüket, de most már mindent értek. Fontolgatják, hogy nem én ütöttem-e agyon Diebolzot, ha már egyszer ott voltam a közelben. Egész jó ötlet. Lett volna alkalmam megölni, aztán benzint locsolni a hajójára, aztán meg kihajókázni a tóra vele. Nem rossz ötlet. Na de, hogyan robbantottam volna fel a hajóját? Ja igen, távkapcsoló valami véletlenül épp a zsebemben volt, igaz? Csak azt kérdeztem magától, hogy azonnal hazahajtott-e. Azonnal. Amint beléptem a lakásomba, megszólalt a telefon. Diebolzné hívott kétségbeesve, és azt mondta nekem, hogy búcsúlevelet talált a férjétől, és hogy kint a tavon lángokban áll a hajója. Elég ennyi? Igen, elég. Nem, várjon, egy kérdésem még lenne. Nincs valami sejtése, ki a gyilkos? Valami halvány kis gyanúja? Hiszen ön a kulisszák mögé lát. Nem gondolja, hogy kissé túlbecsül? A kulisszák mögé lát. Ki láthat oda? Köszönöm. Jó napot, Meissner asszony. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Zavarhatjuk néhány percig, vagy nagyon el van foglalva? Csak leülöm a munkaidőmet. A cégünk minden iratát lefoglalta. Igen, igen. Csak hogyan. Beszédük van velem? Igen. A boncolási lelet szerint Diebolz úr nem öngyilkosságot követett el, hanem meggyilkolták. Tudott már erről? Nem, eddig nem tudtam róla. Asszonyom, ön rendkívül jól ismerte a főnökét. Lehetséges, hogy jobban, mint ahogy a felesége. Hogyan vélekedett ő Kolevszki úrról? Fontos ez maguknak? Igen, fontos. Diebolz úr tudta, hogy viszonyt folytatnak. Hidegen hagyta az egész. Mert bizalmas kapcsolatban volt magával? Igen, érzelmi kapcsolat volt köztünk. Gyakran töltötte nálam az éjszakát. És az elmúlt nyáron együtt utaztunk el szabadságra. Diebolzné tudott róla, és nem zavarta. Nem. Kimondatlan egyesség volt ez. Ha itt keresnek okot a gyilkosságra, tévednek. Gyilkosságra nincs indíték. Csak öngyilkosságra. Csak is öngyilkosságra. A gyilkosság teljes képtelenség. Átmehetnénk Hefner úrhoz? Természetesen. De kérem, bánjanak kíméletesen vele. Persze. Gyilkosság? Igen, ez annak számít. Saját magát ölte meg. Elpusztította, meggyilkolta. Én erről még álmodtam is. Ahogy ott hevert egy halott, elcsúfított ember.
Nem tudom, miért választotta ezt az utat. De hát, ha már ezt választotta, én nekem ezt akceptálnom kell. Nem tehetek egyebet. Értse meg, valaki másolta meg a főnökét. Az, hogy meghalt, más okozta. Igen, 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 igen. Lehet persze más oka is, de ő nem olyan rossz ember, mint most annyian hiszik. Csak pocskondiázzák szegényt, mert arról mi a tőkebefektetés, fogalmuk sincs. Nem volt rossz ember. Ismertem. Meg lehetett bízni benne. Nekem hihetnek. Egyáltalán megértett minket. Úgy vetted észre? Tessék. Bruno. Mésznerné összetette a kezét, mintha imádkozna. Kétszer kellett megszólítanom, csak akkor válaszolt. A cégvezető nem volt valami jó fizikai állapotban, mégis jó ideig nézte. Csak aztán mondta, igen, igen. És ezt szinte csak vaktában mondta. Diebolcné meg volt rendülve, úgy látszott. De aztán gyorsan lehajtotta a fejét, és eltelt néhány pillanat. Csak akkor suttogta, igen, ez itt a férjem. És Kolevszki mit is mondott? Hogy egy emberből mi lesz? Azt mondta, egy ember, nem azt, hogy Diebolcz, és azt sem, hogy ő. Ne haragudj, nem értelek. Mit mondsz le mindebből? Hogy volt valami hasonló a viselkedésükben, ahogy a halottat nézték. Akiről mi már tudtuk, hogy gyilkosság áldozata. Mi volt hasonló? Nem olyasmi, ami azonnal feltűhetett volna, de ha az ember mindent rögzített a fejében, mint egy filmet, és újra meg újra lepergeti, szóval ha az ember minden képkockát kinagyítva lehív, szinte mint egy számítógépből, akkor feltűnik. És mi tűnt fel neked rajtuk? Szerintem csak elszörnyedtek mindannyian. Attól az iszonyú látványtól. Elszörnyedtek. Inkább meglepődtek. Meglepődtek? Igen, meglepődtek. Mert az az ember a hordágyon nem az volt, akit vártak. Azt nem is ismerték. Sohasem látták azelőtt. Ugyan, de hát öt ember azonosította a halottat. A felesége, a fia, a házi barát, a titkárnő és a cégvezető. Jegyzőkönyv is készült. Kivétel nélkül aláírták, ha pedig aláírták, azt írták alá, hogy az a halott Diebolcz volt. Mindnyájan hazudtak. De miért tették volna? Miért hazudtak volna mindnyájan? Hiszen mi mindent elkövettünk, hogy ne beszélhessenek össze. Azt várták, hogy a hordágyon a halott Diebolcz fekszik. És egyikük sem mondta, hogy ez itt nem Diebolcz, hanem valaki más. Miért? Gondoljuk csak végig. Kezdjük az elején. Tehát Diebolcné. A férje vállalata csődbe ment. Az életbiztosítását nem fizetik ki, mert nem találtak holttestet. És akkor ott a holttest. És vele övé a másfél milliós életbiztosítás. Igen, ez már elég ok. A fia rögtön látja. Idegen ember ez, nem az édesapja, hanem más valaki. Csak hogy, és ez a döntő mozzanat. Valaki, aki a hajón volt. Bocsássanak meg, kérhetnék egy pohár vizet. Hát persze, csak az időt húzza, mert gondolkodnia kell. Ha ez a halott itt nem az édesapja, akkor ki lehet? És mi köze van az apjának hozzá? Tehát egyszerűen óvatosságból mondja, hogy igen, igen, ez ő, ez itt az apám. És Kolevszki? Kolevszki? Ő jól tudja, hogy a szeretőjének holttest kell a biztosítás miatt. Másfél millió, igazán nem apró pénz, igaz? Aha. Na és a titkárnő? Nála tiszta a képlet. Ő abban a percben örömhírt tud meg, azt, hogy a férfi, akit szeret, nem halt meg, hanem él, csak nem tudja, hogy hol. És azt is megérti villámgyorsan, hogy jobb az élőnek, ha halottnak hiszik. De mi van a cégvezetővel? Azt én sem tudom.
Ó, hát persze, gondolj csak meg. Egy ember az ő korában állás és pénz nélkül. Aztán mit lát? Ez itt nem a főnöke. Rájön, hogy a főnöke mégsem halt meg. Rájön, hogy él. Várjunk csak, hogy is volt. Mit is mondott Hefner? Mi volt az, amit Diebolz mondani szokott neki? Legyen csak bizalommal irántam, Hefner. Igen. És akkor tényleg bízni kezd benne, mármint abban, hogy a főnöke nem hagyja cserben. Hogy hálás lesz neki, mert fedezi a bajban. Ez nagyon meggyőző. De várj csak, mi van a gyűrűvel, a jegygyűrűvel, és Diebolz órája is a holott karján volt? Ez csak arra van, hogy jól előkészítette a távozását. És ki az áldozat? Próbáljuk megtudni, hogy ki tűnt el aznap. Mikor történt az eset? 17-én. Ezt az eltűnést 19-én jelentették be. Ez az egyetlen? Az egyetlen, amelyik szóba jött. Hadd nézzem csak. Egy 53 éves férfi, pincér. Ki tette a bejelentést arról, hogy eltűnt? A bejelentő neve... Henrik Kájusz, pincér. Egy kollega. Kájusz úr, a kollégája, Alvin Fróvál, tehát teljesen váratlanul tűnt el. Igen, azt mondta, kiruccan még valahova, aztán nem jött vissza. Ön együtt lakott vele, ugye? Igen, fönn a manzárban. Ott van a pincérszállás azoknak, akik nem müncheniek. Mi ketten voltunk lakói a szobának, és most már csak én. Felmehetnénk oda? Persze, még nincs forgalom. Azt mondtam, hová mész el ilyenkor? Éjjel 1 óra volt, már feljöttünk a szobába. Én itt ültem és áztattam a lábomat a lavabban. Azt mondta, én kiruccalok még. Meghívást kaptam. Elvisznek szórakozni. És ki hívta meg Fróvaldot? Azt nem kötötte az orromra. Felesleges is volt. Nekem jó szemem van, és figyeltem este a vendéglőben, hogy egész este csak egy pár körül sürök forog. Mondta is, hogy fantasztikus borravalót kapott tőlük. 20 márkát. Tudja, mikor van erre példa? Soha. Velem még nem esett meg. 10 márkát? Igen, annyit kaptam egy részektől. De eljött másnap is visszakérte. És milyen emberek voltak? Finom emberek. Az ember látja az ilyesmit a ruhájukról, meg különben is. Le tudná írni őket? Egy férfi, idősebb, de nem annyira, mint én. A tartása egyenes, egyből meglátszott rajta, hogy nem akárki. Egy fiatal hölgy volt vele. Látszott rajta, hogy igazi dáma. Tehát egy úr és egy hölgy? Igen. Ők hívták meg a kollégáját záróra után? Igen, azt hiszem, de nem árult el. Csak azt mondta, elvisznek szórakozni. Végre most én leszek a vendég. És nem jött vissza? Felébredtem, és ő nem volt itt. Azt hittem, hogy azért késik, mert leitta magát. Derék cimbora volt. Még ha nem árulta is el nekem, hogy hová megy. Derék cimbora volt. Alvin. Jó napot, Diebolz úr. Jó napot. Beszélni kíván velem? Igen. Felmerült valami új körülmény? Igen. Kérem, tessék. Köszönöm. Nem, maradjon még. Sürget az idő. Igen, okvetlenül hozzá kell jutnunk valahogyan, mert később már nem áll módunk. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Együtt is vannak, akiket keresek. Van valami konkrét oka ennek az összejövetelnek? Természetesen van, hiszen bizonyos értelemben
Mindnyájunkat érint, ami történt. Igen, azért találkoztunk, hogy megbeszéljük a cég helyzetét. És persze az én helyzetemet. És Hefner úrét is. Igen, természetes. Magát is érinti a cég helyzete, Kolevszki úr. Hát persze. Szerintem sokkal fontosabb ennél, hogy maga miért jött. Igaz, fontosabb. Azért vagyok itt, hogy bejelentsem. Az a halott, akit azonosítottak férjükként, édesapjukként, főnökükként, hogy az a halott nem Diebolz úr volt, hanem egy pincér, Alvin Fróvald. És most fölvetődik bennem a kérdés, miért tették? Mindannyian, kivétel nélkül. Miért hazudtak nekünk? Hiszen mindnyájan tudták, hogy a hordágyon fekvő holttest nem Diebolz. Hogy ki a halott, aki ártatlanul Diebolz helyett elpusztult, az nem érdekelte önöket, ugye? Hallgattak. Mindebből tehát az következik, hogy a maga apja gyilkos. A maga férje gyilkos. A főnöke Meissner asszony gyilkos lett. Kitervelt egy színlelt öngyilkosságot, és áldozatra volt szüksége hozzá. Holttestre maga helyett. Keresett, majd talált is egy áldozatot. És megölte, hogy mentse a bőrét, és gondolom, igen, néhány milliót is vele. Ez az egész nem bizonyítható. Biztos benne? Diebolz urat látta valaki a vendéglőben, ahol az a pincér felszolgált, és pedig egy hölggyel együtt látták ott. Jöjjön be, Kájusz úr. Kájusz úr, jelen van itt az a hölgy, akit a vendéglőben látott. Na, itt valami összeomlott. Amit épített kártyavár volt, mi? Hol van a szobalány? Maria? Miért érdekes ez? Elment. Körülbelül fél órája. A lány majdnem családtagnak számított, igaz? Akkor pedig feltehető, hogy van fényképük róla. Van? Mariáról? Ja, igen, van. A születésnapi estéjét képén rajta lesz. Jöjjön, Kájusz úr. Tehát, Kájusz úr? Ez az a hölgy. Biztos? Igen. Hova ment a lány? Fogalmam sincs. Taxit hívott magának. Milyen taxit? Helybelit? Azt hiszem, helybeli kocsi volt. A 684-es berlini járatra beszállás a B19-es kapunál. Ismétlem, a 684-es berlini járatra beszállás a B19-es kapunál. Szabad a jegyét? Őrizetbe veszem gyilkosságban való bűnrészesség alapos gyanújával. Jöjjön velem. Nekem fogalmam se volt, hogy mit akart a pincértől. Kérem, higgyen nekem. Újra kérdem, hol ölte meg a pincért? Én nem tudom, hol. Akkor értem oda, amikor a csónakba vonszolt azt az embert. Megrémültem, azt kérdeztem tőle, mi történt vele. Csak nem halott. Fogd meg! Mi ez az egész? Emeld! Mit csináltál vele? Ne kérdezz butákat. Tessék. A szép kulcsok. Centrálbank. Raiffeisenbank, tedd el. Megmondanám, mit tehettem volna.
Nem volt más választásom. Féltem. Attól féltem, hogy engem is megöl. Azt tett, amit megbeszéltünk. Három hét múlva. Szabad a táskád? Hol találkoznak? Figyeljen, ő az egyetlen, aki a mentő tanúja lehet. Nem érti meg? Ő az egyetlen, aki azt hallhatja, hogy a gyilkosságban maga nem vett részt. Tehát, hol találkoznak? Várja magát a zürichi repülőtéren? Igen. Bocsánat, uram. Tessék. Bűnügyi rendőrség. Szabad a nevét? Hartmann. Erik Hartmann. Megmutatná, kérem, az igazolványát? Hogyne, tessék. Miért igazoltatnak? Nehéz megmagyarázni. Ilyen esetekben megérzésre hagyatkozunk. Figyeljük az embereket, és azt mondjuk, ennél itt minden rendben van. Egy másiknál meg azt mondjuk, ennél valami nincs rendben. Feltehetően. Nálam például mi nincs rendben? Feltehetően. A neve Diebolz úr. Letartóztatjuk. Jó lenne még egyszer. Stefán, igen? Elkapták. Nagyszerű. Petát. Köszönöm. Halló, Derek kolléga. Örülünk, hogy legalább egyszer segíthettünk magának. Hisz a gyilkos elfogása teszi fel az íjra a pontot. Halló? Talán nem így van? Pontosan. Köszönöm. Bemutattuk a Derek című bűnügyi sorozat filmjét. Tűz a vizen. Írta Herbert Reinecker. Derek főfelügyelő Horst Appert, magyar hangja Szabó Otto. További magyar hangok. Gávölgyi János, Mór Marianna, Józsa Imre, Perlaki István, Pató István, Farkas Zsuzsa, Till Attila, Geszti Glória, Kenderesi Tibor, Hankó Attila, Rékasi Károly. Magyar szöveg Asztalos József. Hangmérnök Láng Noémi. Rendezőasszisztens Szőnyi István. Vágó Katona Edit. Gyártásvezető Dudás Ica. Szinkronrendező Hazai György. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Fényképezte Rolf Kestl és Michael Georg. Filmet rendezte Jürgen Goslar.